Sziasztok! Azt hiszem már mondhatjuk, hogy viszonylag régen volt a csatornán sminkes jellegű tartalom, és nem is terveztem mostanában ilyet készíteni, de tegnapi napon kaptam egy nagyon izgalmas csomagot, és egy különleges terméket találtam benne, amivel én még nem találkoztam sehol, ez pedig a Maybelline-nek a Tattoo Brow hosszantartó szemöldök festéke lenne, amin én nagyon meglepődtem, Instagramon már biztosan láttátok azokat a felvételeket, amikor lányok így ilyen vastag, színes zselét tesznek az ajkukra, és akkor, amikor ez megszárad, lehúzzák, és nagyon szép színt ad neki, és az hosszan tart. Na, ez lényegében ugyanaz, csak szemöldökre. Nem tudom, hogy ebből milyen színek léteznek, lehet, hogy csak ez az egy, mert hogy nem ír sehol semmilyen árnyalatot, de ez valószínűleg egy egészen sötét barna szín lesz. Nem tudom, hogy az én hajamhoz és a szemöldökömhez mennyire fog menni, de majd kiderül. Aztán az oldalán azt mutatja, hogy vigyen fel, és ennek az ecsetével, ami már csak azért is érdekes, mert egy brutál vastag ecsete van, és nem tudom, hogy ezzel menni fog el, lehet, hogy majd később átváltok egy szemöldök ecsetre, de nem tudom egyelőre, egy nagyon érdekes textúrája van, nagyon vastag, olyasmi, mint egy körömlak. Emlékeztek az ablakra tehető üvegfestékre, amit így ki kellett nyomni valamilyen kis formába, és aztán ráragaszthattátok. Teljesen olyan az illata. Úristen! Mennyi emléket felhozott? Na jó, kérdezitek állandóan azt, hogy hogyan csinálom meg a szemöldökömet. Először ugye kiszedem, amennyire egyformára lehet, mert ugye az alapja nem egyforma, úgyhogy ezért szoktam a festéssel így korrigálni. Aztán, hogyha vannak hosszú szálak, akkor azt kisorlóval szoktam ismét csak korrigálni, és egy ilyen kis szemöldök fésűre van még szükség, és lényegében ennyi, a többit pedig csak ki szoktam tölteni. Kettő darab terméket használok erre. Az egyik a NYX-nek a Brow Pomade-ja, csoklit árnyalatban, és nagyon precízen lehet vele dolgozni, ugye ecsettel kell fölvinni. Ezzel ellentétben megvan ennek a ceruzás változata is, ez ilyen 3:1. Ez szerintem annyira nem precíz a ceruza része, mert hogy elég vastag, és látjátok, ilyen kicsit elmaszatoltabb vonalat lehet vele csak húzni, de ettől függetlenül egy nagyon szép természetes hatást lehet vele elérni. Aztán van ez a kis színezős része, ezzel föl lehet tölteni azokat a részeket, amik esetleg lyukacsosak maradtak volna, és az egészet meg lehet koronázni egy szempilla spirálhoz hasonló kis kefével, ami szerintem eléggé műhatást tud kelteni, hogyha az árnyalat nem tökéletes, nekem ez egy picit sötét, nem tudom, hogy miért, hogy ez miért jó, ez meg miért nem, de én ezt egyáltalán nem használom. Úgy döntöttem, hogy a sminkem többi részét nem csinálom meg, egyből a szemöldökkel fogunk kezdeni. Gyerekek, ez nagyon sötét lesz. 3 lépést kell teljesítenünk. Vidd fel a gélt a szemöldöködre. Oké. Rendben van. Felviszem. Jaj, nagyon félek. És mennyit? Mennyit vigyek föl? Ezt így nem szabad elrontani. És itt mit csináljak, amikor vékonyodik a szemöldököm? Hát olyan érzés, mintha pudingot kennék a szemöldökömre. Nem mintha kentem volna már pudingot, csak olyan érzés. Most jöjjön a másik. Csak szerintem borzasztó eddig. Na, 10 perc után végre sikerült fölvinni mind a két szemöldökömre, hogyha alapvetően ilyesmi színű a hajatok, ilyen színű festéket sose kenjetek a szemöldökötökre, de remélem, hogy ez sokkal világosabb lesz, ahogy is az ábra mutatja. Reménykedünk. Második lépés, várj legalább 20 percet a szín megszáradásáért, ideális esetben ennyi idő alatt megszárad. Oké. Na, akkor most megyek enni. Letelt a 2 óra, és azért nem csak 20 perc, mert azt írja, hogy ha akár 3 napig szeretnéd, hogy a szín a szemöldöködön maradjon, a felvétel után 2 órán át hagyd el száradni. Úgyhogy ez a go big or go home, hogyha nem lesz jó, akkor is 3 napig elméletileg rajtam lesz. És most már elég fura így megfogni, olyan, mintha lenne ragasztózva a szemöldököm. És ezt most le kéne húzni, ami érdekes lesz. Hú, de fura. Oké. Gyerekek, ez működik. Oké, lehet, hogy egyébként egy kicsit sötét az én szemöldökömhöz. De abszolút működik. Igen, egy picikét egyébként sötétnek érzem, meg talán egy kicsit olyan túl vöröses tónusú. Hát, én nem gondoltam volna, hogy ez működni fog. Lehet, hogy egyébként azért érzem egy kicsit sötétnek, mert hogy a szemem az nincsen megcsinálva. Írjátok meg, hogy szerintetek
nagyon sötét, vagy határeset, vagy esetleg jól mutat, nem tudom. Szerintem egy picikét sötét, de ezt majd ti eldöntitek, hogy nektek hogy tetszik. Hogyha ebből van egy kicsit világosabb verzió, akkor biztos, hogy szerezni fogok ilyet is, mert 3 napig akkor nem kell semmit csinálni a szemöldökömmel, hiszen ez befesti, nem csak egy smink van rajta, hanem be van festve, ezt nagyon király lusta embereknek lett kitalálva, ami abszolút én vagyok. Nagyon király, hogyha pedig sötétnek ítélem, akkor ebből a kis gélből fogok a tetejére rakni, ezt most így a kezemen megmutatom nektek, ez egy ilyen világosabb történet, bár lehet ez meg túl világos lenne, ez egy kicsit szőbugla. Ez egy kicsit szürkésebb szőke, míg a hajam egy kicsit sárgásabb, aranyosabb, úgyhogy lehet, hogy ez sem lenne a tökéletes megoldás, de ha ebből van világosabb, akkor biztos, nekem az kell. Na így mit szóltok hozzá? Készen van a szemem is, tehát most már nem olyan kis üres az egész, szerintem így abszolút működik. Tehát nem tűnik nekem így túl sötétnek, de írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Na, a tesztelés az megszületett, továbbra is furcsaságnak tartom, vagy kincsnek, abszolút a kincs mellé voksolok, nekem nagyon-nagyon tetszik, egyáltalán nincs szerintem ilyen poros hatása, és hogyha megdörzsölöm, sem jön le belőle semmi. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, ha szeretnétek még ilyen videót, akkor írjátok meg kommentben, és azt is, hogyha van valamilyen termék, amit szeretnétek, hogy leteszteljek, amit ilyen furcsaságnak tartotok, és esetleg tudtok hozzá ilyen beszerzési helyet, akkor azt megpróbálom megvenni és megmutatni nektek, hogy miről a véleményem, és hogy működik-e. Találkozunk legközelebb, és addig legyetek jók! Puszi!